Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Horvátné Pákozdi Emese, a Futura vezetője. Szeretettel köszöntelek, szia! Szia, én is köszöntök mindenkit! Egy kis bizakodó 2020 tervezegetős időszakra hívtunk most ide a stúdióba, hogy mi mindent gondoltok, de ha mielőtt 2020-at említjük, azért azt gondolom, hogy egy röviden, egy kicsit 2019-re is nézzünk vissza, mert nagyon sok minden történt a házatok táján, egészen januártól itt az év végére bezárólag, hiszen még itt a legeslegvégére, szilveszter előttre is tartogattatok nagy durranást. Hogy értékelnéd a tavalyi évet, Emese? Nagyon jól sikerült a tavalyi évünk is. Ami a kiugró volt és kiemelkedő, az az osztálykirándulási időszak. Minden rekordot megdöntöttünk a Futurának a 7,5 év alatt, ilyen jó osztálykirándulási szezonunk még nem volt. Most éred be ez a sok munkát. Igen, hát valószínűleg ez a folyamatos munka azért az meghozza a gyümölcsét. És aztán a nagy durranás, amivel tudtuk zárni a 2019-es évet, hogy december 27-én megnyitottuk a Pocokvilág beltéri játszóterünket. Egy igazán izgalmas és egyedi játszóteret sikerült kialakítani a földnek a szintjén, ami a talajjal foglalkozik. Fából, kötélből készültek a játékelemek, gumiburkolat van, úgyhogy egyedi, különleges szobrokkal, faragványokkal és festésekkel nagyon érdekes és mindenkinek tetszik. És hát meg is ugrott a látogatószámunk, ami nem csak a téli szünetet jellemezte, hanem azóta is a tavalyi évhez képest sokkal többen látogatják a Futurát. Összedugtátok a fejeteket nyilván évvégén vagy évelején a kollégákkal, és azt mondtátok, hogy na, 2019 ezért volt jó. Miért volt jó? Hát ugye ez a 4 éves álmunk vált valóra ezzel játszótérrel, azon kívül beállt a működés a Futurának, tehát van egy ritmusunk, vannak megszokott programjaink, amiket már várnak a városlakók, vannak táboraink, amik szintén nagyon jól üzemelnek, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem mondom, hogy nyugodt, de ilyen szempontból nyugodt volt a tavalyi évünk, hogy kiszámítható, előre tervezett, és nagyjából úgy sikerült minden, ahogy mi szerettük volna. Tehát igazából kitaláltatok nagy dolgokat az elmúlt években, azok most itt már teljesen behozták magukat, vagy beértek, és aztán innentől kezdve már tudtak mindig kis apróbb, kis nagyobb durranásokkal előrukkani, de nem kell egyszerre mindent újra megálmodni, újra megtervezni, újra gondolni, mert működik ez az egész történet. Igen, működik a rendszerünk, és amiket gondolunk, új programok, kiállítás, megújítása, az folyamatos, és hát állandóan ezen agyalunk egyébként. Tehát ugye minden munkatársunk eléggé elkötelezett, és mindenki bújja az internetet, és hogyha valami olyan ötletet lát, amit úgy gondolja, hogy ide be kéne hozni, azt mindig előadja, úgyhogy a fiókunkba azért emelkedik a papírok száma az ilyen ötletekkel. Hát mindegyiket próbáljuk folyamatosan előkészíteni, amire találunk keretet, pályázati pénzt, önkormányzati forrást, azt megvalósítjuk, és hát így folyamatosan fejlesztünk. Mert hogy ez is nagyon fontos, mondtad, hogy a kollégáknak a fiókjában, meg hogy bújja az internetet, meg nézelődik. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy nagyon lényeges eleme az egész Futurának, hogy olyanokkal vagy körülvéve, akik erre alkalmasak, akik ezt meg tudják csinálni, akik érdeklődőek, akik motiváltak. Mert hogyha ez nem lenne, akkor azért ez elég nehezen működne a történet. Igen, és nem csak a fejlesztések működnének neccesen és nehezen, hanem maga az egész működés. Ugye mi szórakoztatjuk a hozzánk érkező látogatókat, tehát ezt csak szívvel, lélekkel lehet végezni, ezt így félváról nem lehet venni, és a kollégáim ebben partnerek, és mindenféle újító szándékkal és újító hozzáállással állnak a munkájukhoz. Mert ez például tök fontos, hogy mondjuk egy szülinapot tartottunk ott, és mondtam, hogy hát nem tudom, hogy ez így nincsen benne a rendszerbe, de hogy csak ha megemlítenék a gyerek, ó, persze, és akkor már is vette a lapot, hogy igazából ugyanazt csinálja, mint ami rajta van a papíron, de hogyha a gyerekeknek azt mondja, hogy akkor ez most ilyen nyomozás, vagy olyan nyomozást, vagy te ilyen Harry Potter vagy olyan Harry Potter vagy, és úgy nyomozol, akkor mindjárt lelkesebben megy a gyerek, és igazából ehhez csak egy rugalmas kell, vagy egy szemléletváltás, vagy fiatalosság, lendület. Igen, pontosan a szülinapoknál van az, hogy mindig rögtönözni kell a kollégáknak, ugyanis
nagyon-nagyon népszerűek a szülinapok, és van olyan gyerek, aki már többetszer, akár már tízszer is volt a Futurába születésnapon, és azért ennyiféle neki programunk nincs. Van több programunk, és minden évben találunk ki új szülinapi programot, de azért ezt nem tudjuk utolérni, hála Istennek, de mindig próbálnak egy kicsit csavarni a programon a kollégák, és ha meglátják, hogy olyan gyerekek vannak, akik mondjuk egy hónap ezelőtt voltak, akkor egy kicsikét módosítják, és a gyerekeknek tulajdonképpen ez így pontosan elég. Említetted, hogy nagyon sokan visszatérnek, de nem csak a születésnapok kapcsán én azt gondolom, hanem azért így a hétköznapokban is, mert hogy mindig van valami, amit fel lehet fedezni a Futurában, az akkor annyira nem volt érdekes, de a következő látogatáskor már az lesz az izgalmasabb. Erre valami rendszer vagy bérlet, ez hogy működik? Minden évben, minden tanévben van egy bérletünk, amiben 4 foglalkozást ajánlunk ki az óvodáknak és az iskoláknak. Nagyon nagy népszerűséggel mennek, ezeket novemberben, januárban, februárban és márciusban tartjuk ezeket a foglalkozásokat, úgyhogy ilyenkor a csütörtöki és pénteki napokon óvodások és iskolások jönnek hozzánk, akiknek hát, tulajdonképpen adunk egy előadást, a tematikához kapcsolódó előadást, ők maguk valamit kísérleteznek, kipróbálnak, és utána játszanak a szinten, ugyanazokkal a játékokkal, amikkel eddig is játszottak már, csak mindig a témához kapcsolódó játékot próbálunk velük. Ugyanígy történt most például a januári téma, az a föld szintjén a talajjal volt kapcsolatos, játszottak a pocokjátszótéren, de nem csak rohangáztak, bujkáltak és labdát dobáltak, hanem keresgéltek, és utána megbeszélték az állatvilágot, a talajnak az állatvilágát. A fejlesztéseket, a működtetést, azt gondolom, hogy nyilván van erre egyfajta keret, amiből ti gazdálkodtok, de nem szabad elfelejteni sosem a pályázati lehetőségeket, amiket te mindig mondasz is, hogy megpróbáljátok kiaknázni. Ez hogy működött 2019-ben, és vannak-e tervek már most erre az évre? Most márciusban zárunk egy 2 éves pályázatot, az interaktív műhelyek pályázatot. Ennek során helyi és dunaszigeti óvodákkal, iskolákkal voltunk együttműködésben, és ezeket a gyerekeket vártuk. Óvodás, általános iskolás és középiskolás csoportokat nagyon nagy sikerrel. Mindenképpen keressük ennek a folytatását, hogy milyen módon tudjuk ezt tovább folytatni. Ez most lezárul, de reméljük, hogy hamarosan majd új pályázati lehetőségek nyílnak. Aztán a másik pályázatunk volt, aminek nyáron lett, vagy ősszel lett vége, az a kalandoboz, aminek a során a kalandoboz készült el tulajdonképpen, és egy szigetközi tematikájú foglalkozás sorozat. Most igaz, hogy ez a pályázat már befejeződött, de mi ezt a tematikát nem fogjuk elrakni, hanem ezt továbbra is fogjuk ajánlani az iskoláknak, óvodáknak, és továbbra is fogjuk mi ezzel a vidéket járni, tehát nem hagyjuk ezt annyiban. Ugye a kalandoboznak óriási sikere van, egyébként nagyon sok helyre hívnak minket, iskolákba is, és hát a nagy fesztiválokon mindenképpen megjelenünk, mert azért ennek marketing értéke is van, mert az, hogy a Györkölc Fesztiválon a kollégáim egy órával később tudnak csak elpakolni, mint az összes többi kiállító, az azért valamit jelez. Hát jó sokan voltak ott biztos a standotok, nem? Mi ma oda se fértünk, de mondtuk, hogy nem baj, mi jóvágyak vagyunk. Sakkarneváról még nem volt szó, pedig ez is egy nagyon jelentős eleme most már a Futurának, jó ideje. Igen, 2 olyan programunk van egy évben, ami rendezvényünk, ami vissza és visszatérül, az egyik a Sakkarnevál, most február 15-én, szombaton fogjuk ezt megrendezni, a másik pedig az őszi, az őszi szünet körüli hétvégére esik, az pedig mindig a retro videójátékterem, mind a 2 nagy sikerrel működik, úgyhogy hát most február 15-én várjuk a sakkozni vágyó gyerekeket. Maga a verseny annyira kinőtte már magát, hogy nálunk csak a gyerek versenyzők vannak, a felnőtt versenyzőket most már át kellett rakni a Fehérló közösségi házba, mert kinőttük a Futurát. Nyári táborokról egy picit már úgy beszélgettünk, de hát ez is egy nagyon fontos, hogy megpróbáltok minden évben alternatívát adni a felnőtteknek, a gyerekeknek, hogy tudják hova vinni ezeket a kicsiket. Igen. Lesz, gondolom, folytatása ennek is. Mindenképpen lesz táborunk. Ugye tavaly kellett egy kis csökkentést véghez vinnünk, ez pontos, hogy a kollégáim miatt volt, mert akkor a leterheltsége van június végéig a Futurának, hogy egyszerűen nem tudtunk már akkor tábort vállalni, mert nem tudtunk volna a gyerekekkel megfelelőképpen elkülönülve foglalkozni. Úgyhogy idén is úgy tervezzük, hogy 4 táborunk lesz júliustól,
július 4 hetében, és hát ezért is kérjük, hogy aki mindenképp szeretné a Futurás táborba iratni a gyerekét, az nagyon figyelje a Futurának a Facebookját vagy a honlapját, mert elég gyorsan beteltek a helyeink tavaly. Az osztálykirándulásokat mondtad, hogy ugye rekord volt a tavalyi év, de most megint kitaláltatok valamit, hogy egy kicsit újítsatok ezen, hát van rá mód és alkalom, hogyha Mosonmagyaróváron belül körülnézünk, hogy kikkel lehetne, hogy lehetne társulni, de akkor ki is találtátok a tutit? Igen, ugye eddig is nem csak a Futurás programokat ajánlottunk, minden évben elkészült egy szórólap. Ebben a szórólapban egyrészt a Futurás programok voltak, másrészt a múzeumnak múzeumpedagógiai foglalkozásai, bizik programok, kalandprogramok, városfelfedező programok, és mindenféle egyéb szolgáltatás, ami itt a városon belül működik. Étkezés, szállás, ezt mind mi szerveztük. És hát idén nagyon nagy örömünkre kicsit ki tudjuk bővíteni a kínálatot, úgyhogy most elkezdtünk egy kampányt a győri iskoláknak, amiben a munkácsi kiállítással együtt ajánljuk mi a Futurát. Ugye ez március 8-áig tud működni, úgyhogy mi most reklámozzuk a munkácsi kiállítást és a Futurát, mint egy kiváló egynapos osztálykirándulási programot. Azon kívül áprilisban és májusban is lesznek Pál utcai fiúk előadások, úgyhogy mi a két napra érkező csoportoknak mindenképpen ezeket az előadásokat ki fogjuk ajánlani, mert úgy gondoljuk, hogy azért egy kétnapos osztálykirándulásban hát óriási nagy élmény lehet egy ilyen színház. Hogyha már színház, és már belecsaptatok a lecsóba meg a beszélgetésben, muszáj megkérdeznem, a Moffin Művelődési Házat, mert hogy 2020 van, beszéltünk már erről, meg többször szóba került, hogy egy kis fúzió lesz köztetek az idén, tehát a Futura ugye leválik a Flash-ről, külön fogtok tovább működni, de azért, hogy ne legyen annyira egyszerű, kaptok még egy Moffin Kultúrházat, ugye a régiek úgy ismerik, hogy a Moffin Kultúrházat hozzátok. Igen, egy kicsit más lesz a funkciója, mint egy kultúrháznak. Egy rendezvényház lesz egy bálteremmel és több kisebb teremmel. Ugye több emiatt több megfelelő program is helyet kaphatott. Ugye elsőképpen a Teátrum Ad Flexumnak és az Árszlonga stúdiónak lesz egy próbahelye. Ugye a színházterem nagy színházi előadásokra nem alkalmas, de próbára mindenképpen. Azon kívül a bálterem alkalmas lesz városi bálokra, rendezvényekre, céges rendezvényekre, és hát a kisebb termek azok pedig kiállításokra és egyéb kisebb foglalkozásokra, úgyhogy ezt tervezzük. Ugye magában a projektben is vannak nagy rendezvények, amiket meg kell majd valósítani, úgyhogy már mi bekapcsolódtunk a pályázati folyamatba is, tehát a pályázaton belül létrejövő három nagy rendezvényre már nekünk volt az ötletünk, és további az eszközbeszerzéseket is mi állítottuk össze. Úgyhogy... Akkor ez a jövő, még egy kicsit bővülés, még egy kicsit újdonságok, hogy mikor, azt nem kérdezem, mert azt gondolom, hogy ez majd a felújítás függvénye, hogy ezzel hogy tudnak haladni, de hát valószínűleg akkor még az idén erről mindenképpen majd beszélgetünk itt a stúdióban egy következőt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Hírhettér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra.